A szeptember elején elindított digitális állampolgárság program, a DAP jelentős átalakulást hoz az online ügyintézés terén. Mit is hoz ez a változás? Az ügyfélkapu hagyományos, felhasználó névvel és jelszóval történő belépési lehetőség 2025. január 16-ától megszűnik, de ez csak egy módja a belépésnek, és nem jelenti az egész online ügyintézési rendszer megszűnését. Évelejétől az ügyfélkapu pluszt használhatjuk ügyintézésre. Minden videóm úgy kezdődik, hogy az ügyfélkapura be kell lépni, viszont ez a szolgáltatás 2025. január 15-e után ezzel a belépési formátummal megszűnik, helyette az ügyfélkapu plusz, illetve a most bevezetett digitális állampolgársággal kapcsolatos kormányablaki ügyintézést követően lehet majd a különféle elektronikus ügyeket elintézni. Azok a felhasználók, akik nem regisztrálnak át az Ügyfélkapu Plusz felületére, idővel elveszíthetik hozzáférésüket az elektronikus ügyintézéshez. Az új rendszerre való átállás nem csak kényelmesebb, hanem a modernizált adatbiztonsági követelményeknek köszönhetően biztonságosabb is. Az átregisztráció folyamata rendkívül gyors és egyszerű, különösen azoknak, akik már rendelkeznek ügyfélkapu fiókkal. Első lépésként nyissuk meg a számítógépen az ügyfélkapunkat. A kezdőlapon kattints a bejelentkezésre. Ezt követően kattints a fehér hátterű ügyfélkapura. Add meg a felhasználó neved, a jelszavad, majd kattints a bejelentkezésre. A bejelentkezés után kattints az Ügyfélkapu Plusz igénylése gombra. Mielőtt tovább lépnénk, szükségünk van egy mobileszközre, telefonra, táblagépre, notebookra vagy számítógépre telepített hitelesítő alkalmazásra. Ezt több helyről le lehet tölteni, akár a Google, akár a Microsoft, de egyéb más szolgáltatók is foglalkoznak ilyen autentikátor programokkal. Én most épp a Google-t használom, de ezért nekem nem fizettek, csak ez volt a legegyszerűbb. Töltsük le a programot a mobiltelefonunkra, a Google Play szolgáltatásból ezt ki lehet választani. Nyilván akinek iPhone-ja van, az Apple programok közül keresse, akinek meg Androidos van, az a Google Play-ben. Az applikáció letöltése után tudjuk folytatni az Ügyfélkapu Plusz bejelentkezést. Kattints a Tovább az Ügyfélkapu Plusz igényléséhez feliratú gombra. A felületen megjelenő QR kódot olvasd be a mobilodra telepített hitelesítő applikációval. A NISZ hitelesítőben például a jobb alsó sarokban lévő plusz jelet érintsd meg, ez aktiválni fogja a kamerát. Irányítsd a QR kódra, és ha jól csináltad, egy 6 számból álló kód fog megjelenni a képernyőn. Fontos, hogy mielőtt tovább lépnél, lekattintsd a QR kód alatt található nem tudom beolvasni a kódot feliratú linket is, különösen akkor, ha könyvelő vagy. A felületen megjelenő 16 karakterből álló kulcsot másold ki, és mentsd el egy biztonságos helyre. Később még szükséged lesz rá. Miután a kulcsot elmentetted, add meg újra ügyfélkapus jelszavadat, és írd be a mobilodon látható, éppen aktuális 6 számjegyből álló kódot. Ha kész vagy, kattints a Tovább gombra. A legutolsó lépésben gondoskodj az Ügyfélkapu Plusz törlőkódjának a mentéséről is. Amikor a törlőkódot felírtad, jelöld be a jelölő négyzetet és kattints a Befejezés gombra. A szolgáltatás aktiválása során kapott 16 karakterből álló kulcsot és a törlőkódot tároljuk biztos helyen. Célszerű az Ügyfélkapu Pluszra 2025. január 15-e előtt regisztrálni, ugyanis ezután már csak a digitális állampolgár alkalmazás regisztrációra lesz lehetőség.